Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a mai képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtársokat, aljegyzőasszonyt, hivataldolgozóit, a Trió TV kedves nézőit és munkatársait. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, három képviselőtársunk van jelenleg távol. Egyről nem tudunk, Lancsura Zoltán az igazoltamban távol bejelentette, nem tud részt venni, Talicska doktor pedig vélhetően jön a testületi ülésre. A mai testületi ülésünk a kiküldött meghívó szerint azzal a változtatással, hogy az első napirendi pont lesz a 8-as, a kiküldött anyag szerint, tehát előterjesztés Tiszaapár Nagyközségi Önkormányzat szervezet és működési szabályzat módosítása tárgyában. A 3-as, azt levesszük, mert tegnap a bizottság sem tárgyalta, és a 6-ost is levesszük, mert azt sem tárgyalta a bizottság. A zárt ülés keretében ott néhány előterjesztés, tehát egyel bővül még az előterjesztés a tegnapi bizottságihoz képest, és a 18-ast is javaslom levételre, mert hiszen ez egy egyoldalú nyilatkozattétel volt a szolgálati lakás tárgyában, és a 19-es napirend keretén belül pedig a tájékoztatókat nagyon röviden ismertetném, amit tegnap bizottsági ülésen tájékoztatók elhangzottak, és van egy néhány nagyon rövid napirend, azt meg úgy mondott, egyebek nincs, de ott pedig egy egyebek napirendi pontba azokat röviden ismertetném, illetve amennyibe szükséges, akkor döntést is hoznánk róla. Úgyhogy összességében én ennyit látok, van egy képviselőtársának észrevétel, képviselő úr. A 8-as napi rendi pontot, hogy ne tegyük az első napi rendi pontra, mert tulajdonképpen ennek a napi rendi pontnak az a célja, hogy Győri István teljes mértékben elnémítjük. Ez a 8. napi rendi pont tulajdonképpen előteljesítés Tiszaapár Nagyközségi Önkormányzat szervezés és működési szabályzaták módosítása tárgyában, amiben olyan dolgok szerepelnek, hogy én úgy érzem, hogy a lakosságra tartozik. Elnézést kérek, mert még nem volhatod meg a szavamat 3 perc, mert még ez nincs elfogadva. Ha el is fogadva, majd akkor megvolhatod. Addig nem volhatod meg a szavamat. Nem beszéltem 3 percig, el fogom mondani. Javaslatot. Mert a szervezeti bűnözésnek a magas melegágya, a korrupciók a melegágyát törvényesített írásba kérlek szépen, a szervezeti működési szabályzatban. Mondjad már, mit akarsz nélkül. Képviselő úr, megvonom a szót, a vita nincs megnyitva. De még nem volhatod meg 3 percig, 3 percig beszélhetik, addig majd, ha a szervezeti működési szabályzatot elfogadjátok, vagy utána megvonhatod. Itt nincs csak a napirend. Én a bűnözéshez nem asszisztálok, gyerekeim. Jó, köszönöm szépen. Jó, volt egy módosító javaslat, ezt tenném föl szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a 8-as napirendi pontot ne elsőként tárgyaljuk, azt kérem készpénnyújtással jelezze. Jó, aki azzal értett egyet, hogy a 8-as napirendi pontot a helyén tárgyaljuk, a 8-ként igen, egy igen, aki nem értett egyet, az pedig 2, 4, 5 igen, 5 nem értett egyet, így a nem... Volt. Tehát nincs elfogadva a módosító javaslat a képviselő úrnak. Van-e még más javaslat? Amennyiben nincs, akkor az általam elmondottak szerint tenném föl a szavazásra a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem készpénnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen. 2-4-5 igen, aki nem értett egyet, egy nemmel a képviselőtestület elfogadta. És akkor átérnénk a napirendi pontoknak a tárgyalására. Első napi rendi pont a előterjesztés Tiszaapár Nagyközségi Önkormányzat szervezeti és működése szabályzat módosítása tárgyában. Tegnap a mindkét bizottság, a pénzügyi gazdasági bizottság és ügyrendi bizottság is tárgyalta. A pénzügyi gazdasági bizottság 5 igennel és 1 nemmel fogadta el, az ügyrendi bizottság pedig 1 igen és 1 nem szavazat adott, mivel a 3 tagú ügyrendi bizottság közül csak 2 volt jelen. Át is adnám a szót a tisztelt képviselőtársaknak az ügyre, illetve a működési szabályzat tárgyában. Tegnap nagyon alaposan ki volt tárgyalva, gondolom, hogy nem tudom, aljegyző asszony, volt egy néhány módosítás ezzel kapcsolatosan. Azokat kellene majd részletesen ismertetnem azokat is. Képviselő, megadom a szót.
Tisztelt képviselőtársaim, az ügyrendi bizottságnak az ügyrendi bizottság elnöke se vett részt tegnap az ügyrendi bizottsági ülésen. Tulajdonképpen ketten Pulisz Marikával képviseltük, és én nemmel szavaztam. Tehát így nem kapta meg a többséget tulajdonképpen a szerek működési szabályoknak a módosítása. De azért tisztelt képviselőtársaim, akik itt van, tudom, hogy azt, hogy és nem is képviselőknek gondolom, hogy nem annak kell beszélni, de körülbelül most októberben fogadtuk ezt a szerkezeti szabályzatot, már módosítani kellett olyan szinten, hogy tulajdonképpen ez a korrupciónak a melegágyát tárja elénk. Én azt mondtam a képviselőtestületnek is, és nagyon gondoljátok át, hogy a polgármester úrnak megadjuk-e azt a jogát, hogy 300 ezer forintot kamatmentes hitelt tudjon biztosítani azoknak az embereknek, akinek ő adni akar. Képviselő eltér a tártól, nem a tárthoz tartozik. Ez benne van a szerepi működés szabályzatban, kérlek szépen. Csak a tárthoz, és én azt mondtam, hogy jelzálog hitelt elhelyek, akinek kamatmentes hitelt ad a polgármester úr. Képviselő, melyik pontja ez a módosításnak? Melyik pontja? A másik. Maximálisan ez a területi működési szabály, elnézést kérek. Melyik pontja ez a előterjesztésnek, amiről képviselőről beszél? Folytathatom. De csak a tárgyhoz. A területi működési szabály a teljes mértékben arról szól tulajdonképpen, hogy Győri Istvánnak a szavazati lehetőséget hogyan tudják korlátozni. Próbálják bekorlátozni azt, hogy a napirendi pontokhoz ne tudjunk hozzászólni, csak abban az esetben, ha polgármester úr megnyitja tulajdonképpen a tárgyalás itt a testületi ülésen belül. De azért tisztelt nézők felé mondom azt, ha tegnap én felkelek, a bizottság, a pénzügyi bizottság sem tudott volna egyáltalán működni, hanem elmentem volna, egyáltalán nem is tudtak volna tárgyalni, mert az ügyeni bizottságnak be kellett volna rendelni a csíniskát. Na én csak azt akarom jelezni, hogy olyan döntések születnek itt a Csernus Tibor, még a Kaszipa Sándor, a Barna Sándor, a polgármester úr. Én nem akarok itt rátérni az összefonódásokra, de én úgy érzem, a nyilvánosságra tartozik, mert a nyilvánosság erejével tudunk féket szabni nektek, hogy túlságosan elbújázunk az a gazdasági, mondjam azt, finoman fejezem ki magam, az a gazdasági negatívum, ami tulajdonképpen a tiszalpári testületet per pillanat jelenti. Én nem a napirendhez tartozok. Elnézést, nem választási kampány. Én egy gondolatot mondok, a tiszalpári legutóbbi tiszaújfalusi óvodát eladták, abból az 5.850.000 forintból egyetlen egy forint belefolyt. Nem a napirendhez tartozik, befejeztük. Köszönöm szépen. Valóban, amit képviselő úr említ, de nem Győri István képviselő úrra vonatkozik, hát nyilvánvaló, hogyha ő úgy gondolja, hogy rá vonatkozik a paragrafus, mindenkinek szíve joga. Ami ezen valóban egy lényegi változás az előzőhöz képest, az, hogy amennyivel a bizottság egy napirendi pontot végig tárgyal, és ott többségi döntés születik, lezajlott tulajdonképpen a vita, hiszen egy kivétellel valamennyi képviselő tagja, illetve a polgármester meg az alpolgármester nem, de tegnapi nap is itt voltunk végig. Amennyiben többségi döntés születik, akkor a képviselő testület, amennyiben nem akarja a testületen tárgyalni, akkor a polgármester vagy a bizottság elnökei adnak egy rövid összefoglalót a napirendről, és utána szavazás következik. Nyilvánvaló, hogy ha valamelyik képviselőtársunk szólni kíván, és új momentumot említ, akkor természetesen megadjuk a szót. Amennyiben nem, akkor én mindig megkérdezem a képviselő testületet a jelenlegi SMS-ünk előterjesztés alapján, hogy megkívánja adni a szót, és annak megfelelően fogunk eljárni. Ez valóban az előzőkhöz képest egy úgymond radikálisabb megoldás, de azért a 4-5 órás, 6 órás testületi üléseknek valahol végét kéne vetni, mert ugyanennyi időt, vagy talán egy kicsivel többet fordítanak a bizottságok is egy-egy napirend tárgyalására, ami véleményünk szerint, és úgy látom ebben a képviselők többsége egyetért, abszolút indokolatlan. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még konkrétan az előterjesztéssel kapcsolatosan? Megadom a szót. Ami a polgármester úr elmondott, azt én is valóban ezt próbálják sugallni őt. De viszont azért a tisztelt nézők fel is mondom, és a képviselőtársaimnak is mondom, hogy amikor Kis Lajosnak szavazói jogot adtak a pénzügyi bizottságban, és ezáltal lesz meg a 4 szavazat itt az önkormányzatnál, másik 4-5 képviselő nincs meg, és gondolkodjon el Tiszaalpári lakosság,
hogy akik képviselők most nem ülnek itt, van-e vajon jogom nekem meggyőzni esetleg a Csilluskát, a Vancsula Zoltánt, vagy bármelyik képviselőtársamat azáltal, vagy az a 3-4 képviselő a többségbe kerül, a 3 képviselő a bizottsági ülésen, annak a döntései direktbe, diktatúrikusan az érvényesült Tiszaalpár vonatkozásában. Ezt nem tudom elfogadni, ez a demokráciának a szemközköpése, ami tulajdonképpen Tiszaalpáron folytatódik. Jó, de 3 ember a 8 képviselővel szemben ne tudjon itt meg telefonálják, hogy ne jöjjönek el, stb. És akkor hárman tudják érvényesíteni az akaratokat. Akkor legalább az a jogunk legyen meg, leszavazhatnak, de a szólásszabadságunk legyen meg. A szólásszabadságunk minimum legyen meg. Leszavazhatnak, nem ez az érdekes. Tisztelet a többséggel szemben az is legyen meg. Jó, köszönöm szépen, képviselő. Van-e még észrevétel, amelyem nincs, akkor szavazásra tenném föl, hogy aki a Tiszaalpár Nagykösségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzat módosítását a jelen előterjesztés szerint elfogadja, kérem készülni utása jelezze. Igen, aki nem fogadta el, egy nem fogadta el, és 2-4-6 igennel elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont. Jegyzői beszámoló a polgármesteri hivatal 2013 évi munkájáról. Illetve bocsánat, nem. Mennénk az eredeti szerint. Igen. Előterjesztés Tiszaalpár Nagykösségi Önkormányzat 2013 évi költségvetése tárgyában. Költségvetés a Pénzügyi Gazdasági Bizottság 5 igennel és 1 tartózkodással fogadta el, az Ügyrendi Bizottság pedig 1 igennel és 1 nemmel tulajdonképpen nem fogadta el. A költségvetés módosítására egy néhány tételnek a kiigazítása kapcsán válik szükségessé, de többek között az étkezési hozzájárulást növeljük. 87 ezer forintra, bocsánat, a telefonomat nem nyomtam. Úgyhogy tegnap a bizottság ezt is végig tárgyalta. Van ehhez észrevétel? Képviselő jelentkezik, megadjuk a szót. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy szót adunk-e. Aki egyetért azzal, hogy adjunk szót, az kérem készülni utánsa jelezze. Aki azzal ért egyet, hogy ne adjunk szót, az is jelezze. Jó, köszönöm szépen, akkor képviselő úr. Nem nyitunk vitát. Nem nyitunk vitát, képviselő, köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. De bocsánat. Jó. Igen, de a testület dönt. Képviselő úr, egy picit csöndöt kérek. Köszönöm szépen. Jó, akkor szavazás következik. Aki a előterjesztést a 13 évi költségvetés módosítása tárgyában elfogadja, azt kérem készülni utása jelezze. Köszönöm szépen, 6 igennel. Aki nem fogadta el, 1 nemmel. A képviselő testület elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. A 3-as, ugye, azt nem tárgyaljuk. A 2-esnél tartunk. Jegyzői beszámol a polgármesteri hivatal 2013 évi munkájáról. Pénzügyi bizottság 4 igennél és 1 tartózkodással fogadta el. Pénzügyi Gazdasági Bizottság tegnap különösen egy vonatkozását ennek alaposan kitárgyalta, amely a hivatalban lévő tulajdonképpen személyi, illetve státusz ügyet érintett. Na, mindenki azt köszönöm szépen, hogy segítettek, kértem. Képviselő úr, úgy tudom, hogy nem kapott szót, képviselő úr. De majd szünetben, jó? Mert most még egyelőre a testület ülés zajlik. Köszönöm szépen. Van-e a jegyzői munkával kapcsolatosan észrevétel? Én szeretném megköszönni jegyzőasszonynak nagyon részletesen, alaposan elemezte a eddigi munkát.
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem föl. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem készüljön, után se jelezze. Igen, aki nem értett egyet. Igen, aki tartózkodott. Tehát egy tartózkodás és egy nemmel a képviselő testület, és ők igennel elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, tehát a hármas kimarad, a négyes előterjesztés a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálati rendelet módosítása tárgyában. Tegnap a pénzügyi bizottság 6 igennel, az ügyrendi bizottság pedig 2 igennel tárgyalta. Eddigiekhez képest annyi változás fog történni, hogy eddig a képviselő testület állapította meg a hulladékszállításnak a díját. Ez jogszabályi változás miatt innentől kezdve a miniszter állapítja, illetékes miniszter állapítja meg. Másik lényeges kérdés, ami erre vonatkozik, ez pedig a eddigi, és tulajdonképpen hasonló, mint eddigiekben volt, hogy a különböző területeken elhagyott szemét vagy hulladék az a ingatlan tulajdonosát terheli, tehát az ingatlan tulajdonosa lesz kötelezve arra, hogy azt onnan elvigye a jogszabály szerint, amennyiben nem deríthető ki, hogy ki ez a bizonyos hulladék. A másik pedig a lomtalanításra vonatkozik, az is tulajdonképpen hasonló, mint ami eddig volt. Ezeknek is megfelelő időpontja lesz kijelölve, hogy ezeknek az elszállítás, lomtalanítás mikor fog történni. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem föl, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, mindkét bizottság igennel támogatta, azt kérem készüljön, után se jelezze. Igen, 6 igen, aki képviselő úr, igen, 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 tehát akkor 7 igennel, köszönöm szépen, elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rend, előterjesztés szociális és gyermekvédelmi önkormányzati társulás 2013 évi költségvetés módosítása tárgyában. Mint ismeretes a képviselőtársak előtt, hiszen a képviselőtestület is megszavazta, a Tiszaalpár település, lakitelek és nyárőrinc település egy önkormányzati társulásba látja el a szociális gyermekjóléti feladatokat, tehát nevezetesen a gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítő szolgálatot, és a költségvetése van tulajdonképpen előttünk, lebontva tulajdonképpen lakitelekre, lebontva Nyárlőrincre és Tiszaalpárra, illetve egy egyesített költségvetésbe is. Ha a számadatokat megnézzük, akkor Tiszaalpár település annyival járt jobban ezzel a társulással, hogy a vesztesége talán kisebb, mint ha korábban önállóan láttuk volna el a feladatot. Nyilvánvalóan, hogy így viszont a terhe ennek a társulásnak a hivatalt terheli, de úgy gondolom, hogy ezt a kezdeti kis zökkenős indulás után ez most már simán fog menni, hiszen mindolyan dolgon túl vagyunk, ami még esetleg tapasztalat vagy egyéb hiányára vezethető, ilyen némi veszteséget okozott az önkormányzatnak. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel? Képviselő úr jelentkezik, megkérdezem, adjunk-e szót képviselő úrnak, vagy aki egyetért azzal, hogy adjunk szót, azt kérem készülnyújtásra jelezze. 2 igen, aki nem értett egyet. Jó, aki nem értett egyet, 3, aki tartózkodott, a tartózkodással megadom a képviselő úrnak a szót. Igen, te bocsánat, nincs meg a többség. Jó, akkor nem adom szót. Jó.
Jó, akkor szavazásra tenném föl az előterjesztést. Egyetért a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013 évi költségvetés módosításával, azt kérem készülni utása jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestet. Valószínűleg képviselő és támogató hozzászólás szeretett volna, az meg bizottsági ülésen már elhangzott. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, előterjesztés a szociális és rászorultságtól függő pénzbeli és természeti ellátásról szóló 23/2012. december 1-i önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Tulajdonképpen ez a rendelet mindazokat a módosításokat tartalmazza, ami adott esetben jogszabályi változás, és valahol pedig pontosításokat tartalmaz az előzőhöz képest. Kitér valamennyi segélyezési formára, részletesen egészen a kamatmentes kölcsönre, az önkormányzati segélyre. Annyit kell tudni az önkormányzati segélyről az eddigihez képest, hogy összevonásra kerültek azok a segélyformák, amelyek korábban itt külön-külön szerepeltek, úgy mint a eseti vagy rendkívüli segély és a rendkívüli gyermekvédelmi segély. Ezek most egy önkormányzati segély címen. Igen, meg a temetési segély, ezek most egy önkormányzati segély címen egy kalap alá estek, úgymond. A bizottsági javaslat az a módosításban annyi volt, hogy a méltányossági közgyógyellátásból adott támogatásnál a százalékok pontosításra kerültek, és így a jelenlegi előterjesztés szerint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 265%-a alatt, illetve az egyedül élők esetén a nyugdíjminimum 320%-a alatt a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége abban az esetben a nyugdíjminimum 25%-át eléri. Tehát az eddigi számok pontosítása, kerekítése kerültek 265, illetve 320%-ban. Bizottságon egy javaslat született arra vonatkozóan, hogy a önkormányzati segélyeknél, tehát a kamatmentes kölcsönnél a szennyvíz bekötést is vegyük föl egy D-pontba az előzőekhez képest, mivel a következő időszakban vélhetően ilyen kampányszerűen fog sor kerülni a szennyvíz bekötésekre, és néhány család ezt nem fogja tudni megoldani, ezzel a kamatmentes kölcsönnel tudjuk segíteni, hogy hiszen valamennyiük érdeke, hogy minél több rákötés és minél gyorsabban történjenek a rákötések, amikor abban a stádiumban jut a beruházás. Van-e észrevétel? Igen. Megkérdezem a képviselőtestületet, két jelentkező van a témához, aki úgy döntött, hogy megadjuk a szót, azt kérem jelezze. Egy igen. Kettő igen. Jó? Ügyeleti kérdésként. Igen. Ügyeleti bizottságtagként. Eleve hoztam, hogy a szennyvíz beruházásban is oda is vagyunk a magánszemélyekkel. De képviselő úr, nem. De képviselő úr, ezek benne vannak mind. Jó, ez aztán meg pláne nem tartozik a napi rendi ponthoz. Jó, köszönöm szépen. Jó. Köszönöm szépen. Pénzügyi képviselő úr, nem adtam szót. Jó. Előterjesztés, pénzügyi bizottság 4 igennel és 1 nemmel támogatta, pénzügyi gazdasági bizottság, ügyrendi bizottság megosztott 1 igen, 1 nemmel tulajdonképpen nem támogatta. Ezért megkérdezem a képviselőtestületet, aki az előterjesztést elfogadja, kérem készüljön jutása jelezze. Megállapítom, hogy
öt igennel, aki nem... Hat igennel, aki nem fogadta el, egy nemmel. Egy nemmel. Köszönjük szépen, képviselő úr. Következő napi rendi pont. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tárgyában. Pénzügyi gazdasági bizottság 6 igennel, ügyrendi bizottság 2 igennel támogatta, tehát egy egyhangú támogatást kapott mind a két bizottságba. Az előterjesztés azért is vált szükségessé, mert néhány helyen előfordul olyan is, hogy két házszáma található, és ugyanakkor célszerű, hogy azoknál, elsősorban a sarok ingatlanoknál, ahol ilyen helyzet van, ez egyértelmű és tisztázott legyen, hogy akkor hol és melyik utcához kell a házszámot alakítani. Majd néhány ilyet, különösen van ilyen az, hogy külterületen vagy belterületen van, ezeket a rendelet tisztázza. Majd a rendelet elfogadása után ezt viszont meg kell néznünk, hogy ezek helyre kerüljenek. Petőfi utca végén is bizottságon elhangzott, hogy vannak ilyenek, ahol még belterületen van, de már külterületi házszáma van neki, tehát hogy ezek a helyére kerüljenek. A utcák elnevezésével kapcsolatosan pedig a utcanév tábláknak az elhelyezését majd célszerű lesz egy következő testületi ülések valamelyikén megvizsgálni, hogy egy a jelenleginél esztétikusabb, egyértelműbb utcanév táblák kerüljenek elhelyezésre. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel, amennyiben nincs, akkor szavazásot teszem föl. Igen. Akkor megkérdezem a képviselőtestületet, aki egyetért azzal, hogy képviselő úrnak adjunk szót, azt kérem készvénynyújtásra jelezze. Aki nem értett egyet vele, azt jelezze. 2-4 igen, aki tartoz, aki nemmel, és 2 nem. Jó, tehát 2 tartózkodás, igen, jó. Jó, tehát akkor képviselő nem kap szót. Akkor szavazásra teszem föl, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kérem készvénynyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendi pont. Előterjesztés Tiszalpári Pecsik Béla Nagyközség és Iskolai Könyvtár honlap szerkesztési kérelme tárgyában. Tegnap könyvtárvezető asszony részt vett a bizottsági ülésen. Volt a bizottságnak az álláspontja tegnap, hogy ezt az előterjesztést így nem támogatja, hanem a önkormányzat informatikusa és az iskola által felajánlott két informatikus segítségével legyen ez a kérdés megoldva. És a január 15-ig, úgy emlékszem, dátummal, igen. Elnézést, tanító nem tudott jönni, mert jó, köszönöm szépen. Jó, van ezzel kapcsolatosan észrevétel. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy így oldjuk meg, ahogy elmondtam, az kérem készvénynyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendi pont. Előterjesztés a készpénzfizetésről szóló rendelet tárgyában. Tegnap mindkét bizottság támogatta, a pénzügyi ügyrendi 6 igennel, és illetve a pénzügyi gazdasági bizottság 6 igennel, ügyrendi 2 igennel támogatta. Előterjesztésnek az a célja, hogy tulajdonképpen a készpénzfizetést próbáljuk terelni az átutalások felé, így a 200 ezer forint feletti összegek ezek átutalással lesznek a következőben teljesíthetők. Itt két határozati javaslat van a tisztelt képviselőtársak elé. Előtt ezt... Bocsánat, pillanat. Igen, igen. Igen, tehát a hatásvizsgálati lap elemzésénél volt a két variáció. Mm.
Megkérdezem a képviselőtársakat, van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem föl, hogy aki ezzel a rendelet tervezettel egyetért, hogy így módosítsuk, hogy a 200.000 forint fölötti összegű kifizetések azok jogszintől függetlenül átutalással történjenek, és még a néhány tett megállapítás, amit tegnap a bizottság is elfogadott, aki így elfogadja, kérem készülnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendi pont, előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás rendelet tárgyában. Tegnap elég részletesen tárgyalta mindkét bizottság. A pénzügyi gazdasági bizottság 2 igen és 4 nemmel nem támogatta, a ügyrendi bizottság pedig 2 nemmel nem támogatta. Az indoklása a következő volt mindkét bizottságnál, hogy mielőtt ezt a rendeletet bevezetnénk, előtte mérjük föl és vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán milyen létszámú ebb van a településen, ezek az ebeknek milyen százaléka, hány ebben van pillanatilag csip, mennyi az, amelyik ezzel el van látva. Tehát legyen tulajdonképpen egy pontos képünk arról, hogy egyáltalán hogy áll ez a kérdés a településen, mert erről sajnos nincs semmilyen adatunk. Ebben majd természetesen kérjük a állatorvos úrnak a aktív közreműködését, és mikor ez a nyilvántartás rendben lesz, utána veszik elő, ez volt a javaslata a mindkét bizottságnál. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel? Amennyiben nincs, akkor ezt teszem föl szavazásra, hogy a nyilvántartást, illetve a csippel ellátott ebeknek a nyilvántartását azt vezessük föl, magyarán mérjük föl, hogy mennyi az az ebb létszáma, amelyik csippel el van látva, de ezzel párhuzamosan ejtsük meg azt is, hogy egyáltalán mennyi ebb található a településen. Aki ezzel egyetért, kérem készülnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendi pont előterjesztés a 2014 évi belső intézkedési terv tárgyában. De a belső ellenőrzés, igen. Jó, így van, igen, én meg szolgamódon felolvastam. Tegnap első ellenőr úr jelen volt a bizottsági ülésen, nagyon röviden kifejtette a véleményét, a terv részletesen tartalmazza azokat a feladatokat, amit 2014-ben a településnek belső ellenőrzés címén végre kell hajtani. Nem kívánok a részleteibe belemenni. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel? Képviselő jelentkezik, megkérdezem, adjunk szót, a bizottság tegnap támogatta, mindkét bizottság, úgy tudom. Aki egyetért azzal, hogy képviselőnek adjunk szót, azt kérem készülnyújtásra jelezze. Egy igen, aki nem értett egyet. 3, aki tartózkodott, 2, köszönöm szépen, tehát nem kapott szót, akkor szavazásra tenném föl, hogy aki a 2014 évi belső ellenőrzés intézkedési tervet elfogadja, kérem készülnyújtásra jelezze. Igen, aki nem fogadta el, aki tartózkodott, megállapítom, hogy egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Következő napi rendi pont, előterjesztés az árok pályázat projektmenedzseri szerződések tárgyában. Ezt pénzügyi képviselő úr, megkérném, hogy ne zavarja a ülés rendjét. Pénzügyi gazdasági bizottság 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. Egy kicsit azért volt furcsa számomra ez a tartózkodás, mert tulajdonképpen az árok pályázatról döntött a testület, sőt, meg is nyertük ezt a pályázatot, tehát én azt gondolom, hogy innen ne fordítsuk vissza már a dolgot, tehát
Én arra kérem a képviselőtársakat, hogy szavazzuk meg, hiszen ez ennek egy része ennek a már aláírt és elfogadott szerződésnek, ahhoz, hogy ez a szervezet tudja végezni a munkát, természetesen szükség van, hogy mi is támogassuk. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel, amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném föl, hogy aki az előterjesztést, az áropályázat projektmenedzseri szerződést elfogadja, azt kérem készfenyújtásra jelezze. Igen, aki nem fogadta el, egy nemmel, aki tartózkodott és kettő tartózkodással, négy igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Igen. Előterjesztés a konyha, hát egy kicsit a megfogalmazás az nem igazán magyaros, kicsit konyha nyelven van. Magyarán így van, hogy javaslat a konyha önkormányzat való beolvasztása tárgyában, tehát ez elég magyartalan. A lényegét képviselőtársak tudják, arról van szó, hogy eddig a konyhát a óvoda üzemeltette, ami hát ez is számtalan problémát vetett föl, részint nem szakmai feladat a óvodának, a konyhának a működtetése, másrészt viszont valóban célszerű, hogyha az óvodától átveszük, vagy pedig a másik variáció, hogy önálló gazdasági társaságként működik, egyelőre erre nem érkezett kezdeményezés, tehát ezt támogatjuk. Egy olyan észrevétel hangzott el, hogy amennyiben átveszük a konyhát, akkor szükséges lesz egy személynek a beállítása, aki az adminisztratív feladatokat elvégzi. Ez az iskolánál is így működött. Jelenleg a óvoda küszködik ezzel a problémával, és nagyon nehezen tudja megoldani. De én azt gondolom, hogy a következő ülésnek lesz ez igazán a napirendi pontja, amikor a részletes gazdasági elemzésbe fogunk belemenni. Igazán a bizottságnak a támogatása is arra irányult, hogy támogatta a bizottság, hogy de a pénzügyi, arról beszélek képviselő, odafigyel, pont arról beszélek, hogy képviselő úr, nem kértem, hogy beleszóljon, köszönöm szépen, hogy jó. Tehát ennek a ismeretébe kérem a képviselőtestület támogatását, hogy ez a következő testület ülése kidolgozásra kerüljön és előterjesztésre. Aki ezzel egyetért, kérem készfenyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület, és a következőre jön be. Következő napi rendi pont. Előterjesztés Vajda Márta kérelme tárgyában. Tegnap a bizottság tárgyalta, több variáció merült föl. Vajda Mártikának a melléképületét részint a előző évek vizes évei kapcsán és egyéb más okok miatt is olyan megcsúszás érte az épületet, hogy le kellett bontani. Különböző javaslatok volt, egy képviselőtestületi javaslat arra vonatkozóan, hogy ezt a munkát azonnal végezzük el. Különböző technikai okok miatt erre nem került sor. A Vajda Mártika elvégeztette ezt a munkát. A tegnap a bizottság úgy döntött, illetve azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a munka elvégzésének teljes összegét térítsük meg Vajda Mártikának. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel, amennyiben nincs, akkor ezt tenném föl szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem készfenyújtásra jelezze. Igen, aki nem értett egyet, hogy tartózkodott, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont, előterjesztés a teleház butorvásárlási kérelme tárgyában. A
javaslatnak a lényege az, hogy a teleház számítógépei átkerültek a könyvtárhoz, viszont az elhelyezésük nincs megoldva, nem áll a könyvtárnak megfelelő asztalok erre, és egyébként is a hely nagyon korlátozott, tehát csak olyan asztalok beszerzésére nyílik lehetőség, meg székek, amelyik ottani helyhez alkalmazkodók, ezek a számítógépes kis asztalok, ezek tökéletesen illeszkednek is oda, és megfelelnek a követelményeknek. Ezt a bizottság 6 igennel támogatta ezt a vásárlási kérelmet, hogy ezek a bútorok megvásárlásra kerüljenek. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem, aki egyetért az előterjesztéssel, hogy ezek a bútorok a 5 számítógépes asztal és 6 irodaszék megvásárlásra kerüljön, ezt kérem készülnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Igen, a következő napi rendi pont, beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előző képviselőtestületi ülés volt a történt fontosabb eseményről, illetve tájékoztatók és egyebeket szeretnék. Egyebekről szeretném a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni. Ugyan bizottsági ülésen ezek elhangzottak, de egy nagyon rövid összefoglalóját szeretném elmondani. Jó, akkor mennénk sorba. A beszámol a lejárt határidejű határozatoknak a végrehajtásáról. Ezzel kapcsolatosan van észrevétel. Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném föl, hogy aki az előterjesztést elfogadja, azt kérem készülnyújtásra jelezze. Aki nem fogadta el, egy fő nem fogadta el, a többség igen. A képviselőtestületi ülés óta fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, igaz, hogy ez most került kiosztásra, úgyhogy egy pár perc szünetet tartani. Képviselőt megkérni, hogy a kamerát ne takarja el, jó? Éppen képviselő úr szokta mondani, de nincs följogosítva arra, hogy bármilyen kamerát eltakarjon. Hát ne haragudjon már kép. Éppen képviselő mondta, hogy ő szeretné, hogyha mindenben nyilvánosság lenne, és akkor letakarja a kamerát. Köszönöm szépen. Na. Jó, van ezzel kapcsolatosan észrevétel. Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném. Aki elfogadja az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, azt kérem készülnyújtásra jelezze. Igen, aki nem fogadta el, egy nem fogadta el, köszönöm szépen, többség elfogadta. Akkor nagyon röviden a tájékoztatókról, igen. Igen, de még itt van, akkor ezen napi rendi pont benne tájékoztatók és egyebekről néhány szót, mert egyebekben még majd szavazni is kell. Tájékoztatók, amiről a tegnapi pénzügyi bizottság ülésén esett szó, ez egyik tájékoztató volt a szennyvíz csatornázási feladatoknak az előrehaladásáról. Ezt látja, érzi és érzékeli a lakosság is, hogy a szennyvíz beruházás folyik a településen. Hát ez néhány, nem adok szót, köszönöm szépen. Néhány... Köszönöm szépen, képviselő, nem adtam szót. Folyik a beruházás, természetesen néhány utcában komoly gondot jelent, jelzéseink vannak, megpróbáljuk segíteni. Következő ilyen tájékoztató volt a városi nyilvánítási pályázatunkról, ami sajnos nem nyert. Néhány ott leírt észrevételt, én azt gondolom, hogy a következő évben még helyre lehet hozni, illetve és úgy gondolom, hogy 2015-ben a harmadik próbálkozásnak már sikeresnek kell lenni, de hát ezt majd a következő testület el fogja dönteni. Tájékoztató volt még a Kikvíz Észak-Bács-Kiskun megye ivóvízminőség javító önkormányzati társulás közbeszerzésének eljárásáról. A mi településünket is érinti ez az ivóvízminőségjavító program, hiszen az ivóvízünkben a vas és az ammóniának
mennyisége. Igaz, hogy határérték körül ide, de hogy pontosan megfeleljen a szabványnak, ezért szükség van rá. Ennek lebonyolódott a közbeszerzési eljárása, tehát jövő évben megindul a beruházás. Következő tájékoztatót a Kiskunsági Nemzeti Park pályázta a Nagyvárnak a rekonstrukcióját, ez a pályázat nyert, azt kérte, hogy ezzel kapcsolatos táblát itt a köztéren elhelyezze, ezt tegnap a bizottság 5 igennel támogatta. Ennyi lett volna a tájékoztatók, és akkor egyebekbe pedig a kérelmek kerültek a részint tegnap a bizottság elé, talán egy van, amelyik tegnap nem volt a bizottság elén, úgyhogy ezt elnézést, de fogom ismertetni, és majd eldönti a testület, hogy kívánja. Az egyik ilyen előterjesztés volt Maróti tanár úrnak, egyik kedves... Ja, bocsánat, ez zárva. Jó, elnézést. Akkor van, amelyik nem zárva. Ez a árajánlat bekérés volt, mert tegnap bizottságon tudomásunkra jutott, illetve... Jó, köszönöm szépen. Jó. Tariska doktor úrnak, tehát a 2. számú háziorvosi rendelő lépcsőjével vannak ott komoly gondok, ami esetleg a síkosság miatt életből balesetveszélyes lehet, és ennek a sürgős felújítását el kell végezni, de majd az ottani járdaszakaszt is nyilvánvaló, az már a tavaszi munkálatokat fogja terhelni. Itt két árajánlatot tudtunk eddig begyűjteni. Az egyik árajánlat az bruttó 245.275 forint, a másik árajánlat az a Vianova építőipari kereskedelmi szolgáltató adta. A másik árajánlat az pedig a Szabó Sándor építőipari szolgáltató, Szabó és Bó építőipari szolgáltató társaság adta, ez pedig 186.000 forint. Megkérdezem a képviselőket, hogy ebbe kivagy, vagy is a doktor, hogy nem szólt, igen. A harmadik ajánlat lett volna kérve, de azt tudomásom szerint nem érkezett meg. Igen. Most az a kérdés, hogy két ajánlattal döntünk, vagy várunk a következőre, hogy legyen a harmadik is, vagy pedig megvárjuk, hogy leesik a hórá, vagy egyebek. Mert akkor Ári Laci ígérte, de igen, is olyan, igen, bocsánat, azt mondta, hogy a hivatalba jön be, de nem tudok. Nem, én nem tudok nem róla. Nem tudok róla. Igen. Akkor nem jó, de köszönöm. Most a testületen van a szó, hogy ebbe kívánunk-e dönteni most. Akkor megkérdezem a képviselő testületet, hogy kíván ebbe dönteni, vagy elhalasszuk a következőre. Aki úgy dönt, hogy illetve úgy gondolja, hogy most döntsünk benne a két árajánlat alapján, az kérem készülni után se jelezze. Természetesen, igen. Igen. Jó, igen. Jó. Akkor... Tessék? Tehát döntöttünk, hogy a két árajánlattal elfogadjuk, illetve hát kiválasszuk belőle a legkedvezőbbet. Igen. Igen. Jó ajánlat építeni kell, csak én kérdem, hogy a 5-10-2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 0-
árajánlat van. Jó? De megnéztük mi is, én is megnéztem. Én is megnéztem. Igen. Azt nem értem, hogy ezeket Isten mérő. Jó. Jó. Jó, jó, hát az önkritikát köszönjük, képviselő úr, de nem kértük még önkritikát se, köszönöm szépen. Jó. Jó, köszönöm szépen. Jó, tehát akkor két árajánlat úgy döntött, hogy illetve a képviselő testület, hogy kíván dönteni, akkor természetesen a mind a két szakárajánlat, akkor a legolcsóbbat, képviselő úr, nem adtam szót, maradjunk csendben. Akkor a legolcsóbb árajánlatot tenném fő szavazásra, ez a Szabó építőipari szolgáltató cégnek az árajánlata, összesen 186 ezer forint. Hát ebből ki nem derül megint, hogy bruttó vagy nettó. Ez bruttó. Bruttó, mert ez egyértelmű.
Ez a lépcső. Lépcső, igen. Tehát így egyértelmű, hogy itt nincs, ez a bruttó árajánlat, mert nem tett semmit. Nincs, hogy Igen, tehát ez ugyanúgy a télkövesíti, tehát leszedi a metlapját, leveszi a rét. Igazából két árajánlat van, tehát nincs minden. És ez a jó. Ez a jó. Jó, majd mindjárt megkérdezem. Jó, képviselő úrnak némileg jogos a fölvetése, hogy három perc szünetet adok, és körbeadom a két ajánlatot, hogy mindenki meg tudja nézni. Én láttam. Javasolják 187 ezer forinttal elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem készenyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő. Ez önkormányzati, nem a Tariska doktor úré. Így van. Jó. Az másik történet. Jó. Következő a következő Kunság-Volán. Kérem. Igen, ezt csak azért mondom nagyon röviden, hogy mégis legyen információ róla. Ha eddig kora reggel 6 óra 15 perckor induló busz, ugye kis lakitelek érintésével ment be Kecskemétre, ez a következő menetrendi változástól december 15-től nem fog bemenni lakitelekre, hanem egyenesen Kecskemétre megy, viszont sajnálatos módon a visszatérő az továbbra is érinti lakiteleket. A másik pedig az óvodai járatot pedig, hogy az ki tudjon menni Polyákfaluba, ahhoz még némi munkára lesz szükség, magyarán, hogy a busz meg tudjon fordulni. Igen, itt van egy kérelem ebbe a csomagba, mégpedig tegnap bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez is személyt érintő, akkor majd az átba. Jó, akkor egyelőre itt ennyi, és akkor ezzel nincs tovább. Jó, köszönöm szépen. És akkor a ebrendészeti, vagy bocsánat, a gyepmesteri. Igen, itt a gyepmesteri feladatok vagy ellátásával kapcsolatosan a két határozati javaslat volt, bizottság mind a kettőt, pénzügyi-gazdasági bizottság mind a kettőt 5 igennel támogatta. Az egyik határozati javaslat arra vonatkozott, hogy a gyepmesteri telep fejlesztéséhez egyszeri hozzájárulást biztosítsunk. Ezt ők 30 ezer forintot határoztak meg. Ezt kérném, hogy támogassa majd a képviselőtestület is. A másik pedig a szerződésre vonatkozóan, hogy az eddigi határozott idejű szerződést, határozatlan idejű szerződésre módosítsuk úgy, hogy 30 nappal előtte már melyik fél föl tudja mondani a szerződést. Van ezzel kapcsolatosan észrevétel, amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném föl először az elsőt, a egyszeri hozzájárulást. Aki ezzel egyetért, kérem készvényjutásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület, a másik pedig a szerződést, hogy határozatlan időre kössük föl 30 napi fölmondási idővel. Aki ezzel egyetért, kérem készvényjutásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napi rend képviselők kérdései, interpellációi. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek észrevétele, képviselő úr? Nekem igen is van észrevételem, kérlek szépen, mert én úgy érzem, hogy nem önkritikusan lettem teljes mértékben kizárva a testületi munkával, hogy részt tudjak venni, ki tudjam nyilvánítani a véleményemet. Én úgy érzem, hogy a véleményszabadság egy nagyon fontos dolog, és ez azért is veszélyes, én ezért tartom veszélyesnek, mert ahogy most a testületi ülésen sincsenek itten tulajdonképpen két képviselőtársam hiányzik. A bizottsági ülésekre volt, amikor 4 bizottsági tag hiányzott.
Én úgy érzem, hogy egy testület ülése, de ha a polgármester megnyitja és valamiről beszédet tart, akkor én úgy érzem, a szerkesztő működési szabályzatban legyenek kedvesek már biztosítani azt a 3 perces hozzászólást, lehetőséget, vagy a 2 percet, vagy 1 percet, vagy amennyi akarják leredukálni, hogy tömören fogalmazzon az egyébben. Mert az elfogadható, hogy a bizottságos elnök is tegnap 3/4 óráig néztem a karácsonyi segély 3 kérdésben kiosztott segélyezést. Mondom, hát mikor fejezi már beszélni, addig beszél, ameddig akar. És akkor kérdem én, kikinek az idejét, amikor itt vagyunk 2 órától, itt voltam 6 óra hosszán keresztül, és nem kapok szólt. A bizottsági elnök is ott elkezdett erőszakoskodni, és még nem is az ügyeleti bizottság. És a jegyzőasszonynak mondom, hogy ne összevont bizottsági ülésekre hozza az ügyeleti bizottságot, mert ha nincs itt az ügyeleti bizottság elnöke, itt vagyunk ketten, Marika a korelnök, akkor majd ő vezeti. És nincs szükségünk a pénzügyi bizottságra. Mert amennyiben így folytatódik, akkor én kénytelen vagyok lemondani az ügyeleti bizottságról, mert én nem vagyok bohóca ennek a társaságnak. És lehet, hogy csörgősipkás bohóc vagyok, de én úgy érzem, hogy nem én magamat tartom annak. És még egy gondolat, és ezt a nézők felé mondom, és elnézést kérek minden nézőtől a későbbiekben, mert tegnap is megmondtam nekik, hogy gondolják végig, hogy mit akarnak. A kutya nem harap, ha ugat, de most már a kutyát nem engedik ugatni, harapni fogok, és mindenkitől elnézést kérek. De ennek meg is szállt, meg is a testület a levét. Köszönöm szépen. Ez nem arra jelenthez tartozott, de köszönöm szépen, a befejezte. Jó, van-e még is képviselő úr? Tisztelt képviselőtársak, tisztelt lakosság, inkább a lakossághoz szólnák most. Én először is polgármester úrnak megköszönném, hogy ilyen körülmények, vagy ilyen kerékvágásba ezt a testületi ülést levezette, és bízok, hogy ez a jövőben is így lesz. Tehát ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy 1 óra hossz alatt tudtunk végezni. Tehát a tegnapi bizottsági ülés összevont része, illetve a önálló pénzügyi bizottsági ülés 6 óra hosszáig tartott. Ezek a kérdések mind részletesen kilettek tárgyalva. Polgármester úr lényegét ismertette, és én úgy gondolom, hogy a jövőre nézve is ez egy nagyon jó gondolat lesz, ez alapján haladnunk a testületi munkával. Az, hogy valaki itt a munkából ki van zárva, ez nem igaz. Mindenkinek szavazati joga van, a szavazati jogával dolgozik. A testület nem szakbizottság, a testület egy döntéshozó szerv. A döntéshozó szerv elé a bizottságok javaslata kerül. Bizottsági ülésen mindenkinek van arra a lehetősége, hogy ezt részletesen kifejtse az álláspontját, és ez az álláspont kerül többségi véleménnyel a testület elé. Tehát annyit kívántam elmondani, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. 2 perc, megadom. Én most már sem kívánok, hogy a Barna Sándor hazudik, és mindenki ne a jegyzőkönyvet. Képviselő úr, elmondtam az elején, hogy semmilyen személyi sértegetés, semmilyen személyes kérdés nem fogok eltűrni, és megvonom a szót. Köszönöm szépen, nem kérünk belőle. Elnézést kérek. Nincs tovább, befejeztük. Következő. Jó. Napirendi. Jó. Nincs joga hozzá, hogy véleményezzem a testületnek a... Képviselő úr, kérném betartani, megvontam a szót, tessék, e szerint továbbiakban. Jó, következő, akkor tulajdonképpen a testületülésnek ezt a részét befejezzük, akkor a zárt ülés következne.